így járatták a labdát a fiatalok a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumának tornatermében szombaton. A Debreceni Kosárlabda Akadémia nyílt napjain a környék tehetséges fiataljai próbálhatták ki magukat. Balog László, aki már első osztályos kora óta kosarazik, Hódmezővásárhelyről érkezett a kétnapos programra. Nagyon tetszett, minden egyes foglalkoztatás nagyon jó volt. Az edzők nagyon pontosan odafigyeltek, hogy mit csinálunk, mikor. A maga az intézmény is nagyon tetszett nekem. A fiatalok próbaedzéseken is bemutatkozhattak. Itt az akadémia edzői mellett a DEAC szakmai igazgatója, Berényi Sándor is segítette a munkát. A szakemberek figyeltek arra, hogy a fiatalok hogyan reagálnak a javításokra, arra, hogy mennyire képzettek, de fontos szempont volt az is, hogy a gyerekek milyen fizikai kondícióban vannak. Leginkább a keleti megyékből hívtunk meg ügyes utánpótlás játékosokat, akikre felfigyeltünk, és igazából egy antropometriai mérést is végeztünk már tegnapi napon, illetve a mai napon kosárlabdázást tartunk nekik, hogy felmérjük, hogy hol tartanak és mennyire tehetségesek. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képzési elvétés programját figyelembe véve, a Debreceni Kosárlabda Akadémiánál fontosnak tartják, hogy az intézmény régiós központként működjön. Szerencsére az akadémiánk eljutott arra a pontra, hogy most már gyakorlatilag a környező megyékből is tudjunk tehetségeket edzeni, és minden tekintetben az ő szerepüket is megtaláljuk itt Debrecenben, mind iskolázás, mind lakhatás szempontjából, és azt gondolom, hogy ez mind a két fél számára egy előnyös történet. Az akadémiai nyílt napokon összesen 20 tehetséges fiatal vett részt.